Ugye sokat változott akár az utóbbi két hétben is Európai Unió hozzáállása, most már természetesen őnek is sem annyira fontos ez a dolog, akkor, amikor már Európa összes nemzetállamában, amíg az őslak, a maradék őslakosság ugye fel van háborodva ezen a borzalmas megszálláson. És ugyan persze jó pofa dolog az, hogy mi most oda építünk egy ilyen kerítés oda a délvidéki részre, az más kérdés, hogy azt nem ott kellene húzni, hiszen a délvidéket először vissza kellett foglalnunk, és ott kellett volna húzni a kerítést, de... Nekünk a megoldás egészen másképp lenne, tehát vissza kellene állítani ismételten valóban azt a híres magyar honvédséget, és valóban lerakni akár 30-50 méterenként egy-egy golyószórót, és akkor egy sor migráns, egy sor tűz, egy sor migráns, egy sor tűz, kurvára elmenne a kedvük, mert akkor meg... De nem így van! Mutassuk már meg, bassza meg, hogy a magyar az lóra termel! Nem szól már rá! Harcosként jött a világra! A proféták megírták, egyszer elküld Isten az ostorát, és a Isten velünk! Lóra termelte szavára, harcosként jött a világra, a proféták megírták, egyszer elküld Isten az ostorát, és a Isten velünk jelenünk. Mert csak ő bevettetik meg velünk, ha az igazság zászlaját, ha mi bérünkkel áztatják. Ha látom, megfordhatom, szívünkkel táncoltatom, lássának a puszták és egyet. Vágok napok alatta, vágok napjeletek, engem így neveltek. Yeah.